Halint Healthy Goldi. Zöldjünk bele a mai epizódba és azt mondom, hisz igazából ebbe tömör tartalom volt sok-sok meglepetéssel Cliffhangerrel és Debivel és Mirkóval. Uh -huh. Ja, de mielőbb belezuhadnák tényleg az epizódba, nézzétek el a megfázott hangomért. Úgy kezdődik a rész, hogy megtudjuk Hawks gyenge pontját, ami a tűz. <laughs> Akkor nagy bajba lesz, hisz Debi rendesen felhúzta magát Twice halálán. Mondjuk érthető, azért most már van egy kötődés a goloszok ligája is. Uh, 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 a ligája köz. Debi nem kötődő karakter, szóval nem lehet észrevenni rajta, hogy valaki ezt kötődne, hiszen még Sigelekőbe is beleszalt. és Sigelekőbe is beleszalt. hát <laughs> komolyan, <laughs> ilyen karakter, ő tényleg egy fuckboy karakter, én nem viccelődök, hiszen neki is van gondolom egy saját terve, meg egy saját története, amit így szeretne majd megvalósítani, meg Stain akaratát, szóval igazából a ott tényleg szarik bele. Hóks sem begyulladt, <laughs> érted, és szó szerint Debbie lábai előtt hevert. Aki annyira mérges hóksra, hogy vigyorog. Mi? De miért? Sziopataság leveleze. Bár, mint Debi mondta, kéktek a könycsatornái. Azt ez aztán információ, és akkor nem kell senkinek se lerajzolni a Debbie-t úgy, hogy uh, ugye sír. Szóval nem lesz olyan fanatok, ahol Debi pityeleg, vagyis hát vannak olyanok, gondolom, de hát akkor azok nem hitelesek, azok akkor ilyen fake fanatok. ez rákérdezett Debbie-re, hogy ő meg ki a fene, és válaszolt. Csak semmi se hallottunk. De nyugi, profi szájleolvasó vagyok, már öt éve tanulom ezt a szakmát. Azt mondta, hogy ő Taylor Swift. Ezt mondta. Komolyan. Látjátok? Taylor Swift. Viccet félre téve, teljesen lefagyott, igazából fel se fogta, hogy mit hallott, vagy lehet ő se hallotta, mert annyira beütött a fejét, hogy <laughs> lehet cseng a füle. De most már, hogy tudja kicsoda Debi, így nem is élhet tovább, még a végén kiírja a Debrecen hallottam csoportban. Srácok, ezek a tudja ki a faszom öltönyös társaság ugyanúgy ülnek. Ugyanúgy, még mindig nem döntötték el, hogy milyen kávét igyanak, de komolyan az animátorok egy kicsit, mit tudom én, Csinálhatnának egy kis új animáció bele, hogy mit tudom, én köhögnek egyet vagy valami. Mírko idő! Úristen, annyira jó volt nézni, hogy össze-vissza ugrál. Úgy van vele, hogy az a fő, hogy Shigaraki ne ébredjen fel. El is kezdett rohanni, de az egyik nómú megtépte a haját. Oké, itt nem vérfolyt, meg nem csontok töltek, de tudjátok, hogy milyen fájdalmas egy hajtépés. Főleg annyi adagban, amit láttunk. Mirko, hogy megrúgja a a tartáját, Úristen, ez a szemébe zumbolás annyira-de annyira jó, zseni. Nagyon tetszett ez az animator, ez a húzás, mert ez, ez, nagyon dobott a maga a jelenetem. Még az első feleset állt el a negyedik részek, de ez eddig a legjobb rész a hatodik évadban, pedig a Mirko részt is imádtam, de ez, ez Jézus. De milyen segge van már a női nómulak. Szegény lányok, akik ilyen segre válnak, minden nap azon gondolkodnak, hogy bárcsak egy kicsit, kicsit jobban néznének ki lent, és akkor meglássák ezt a nómut, akinek nézd már! Mirko még egyszer megdugja, a tartányt, aztán le is fejeli, ami az nem tölt be, de meghibásodott. Szegény Mirko mennyit szenvedett, de tényleg rendesen megsérült. Talán eddig ő volt uh, a legrosszabb helyzetben a hatodik évadban. Ő kapta a legtöbb uh, sérülést, és hát szerencsére itt van Endevor, aki uh, jobban megégeti, hogy fájjon neki. <laughs> Jó, nem? Amúgy megégeti a sebeit, hogy... Uh, azt mondom, jobban összeforjanak hamarabb, vagy valami, nem tudom, jó, az is fájdalmas, de talán majd a későbbi fájdalmakat majd előli, vagy nem értek hozzá, nem vagyok doktor Endeavor. Na de, de a lényeg az, amiért itt vagyunk a hatodik évadban, Sigeraki kizuhant a tartályból, és felke... E? Nem. Nem ébredt fel, Sigeraki Oké, okay, oké, okay. Én értem, hogy a 5. évadban aludni se tudott a gonosz akadémiás időszak alatt, de akkor is. Ez már túlzás, ez az alvás mennyiség. Leállt a szíves sigereken a kis wow, srácok, akik szerették a fnaf -ot. csak nekem olyan, mintha sigereki olyan lenne a hős akadémiában, mint ah, az államdimenzió, amiben felébred sigereki, az, az így fenomenális, az így, Igy... libabőrös. Libabőrös lettem őszintén. Ez a utolsó percek vitték el az egész részt, de komolyan mondom, uh, kirázott a hideg a zenétől is, attól, hogy így a családja próbálta meggyőzni, hogy nem ez a helyes út, de ott van Olafolván, aki megadja neki a lehetőséget ahhoz, hogy azt tegye, amit akar, az legyen, aki akar. Nem tudok mit mondani rá, rémületesen tetszett, hogy sigereki a rész végére felébredt. Ah, komolyan jobban nem lehetett volna lezárni ezt a részt. Nem tudom, hogy meg tudják-e majd ugrani ezt a részt, mert eddig tényleg ez a legjobb. Hisz ebben volt Debi, Mirko, nagyon sok új információ, menő harcok és Shigeraki és az állam dimenzió. Köszönjük a figyelmes srácok, én körülbelül ötször meg fogom nézni még ezt a részt, mert annyira, de annyira elkapták, hogy... Hű, kiráz a hideg tényleg, ahogy most beszélek maga az állandimenziós jelenetről is, meg én belegondolok, hogy amúgy ezt a részt tényleg annyira jól összerakták nekem, mert én imádom Mirkót, imádom Devit, imádom Sigerekit, és mindegyik megkapta a maga idejét, maga perceit. Komolyan, köszi, hősök a nejém, most, most örömömben nem tudom, ugrálok egyet, vagy táncolok. Ja, inkább táncolok. Váhúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú